Szevasztok srácok, üdvözöllek benneteket, Forza Horizon 5 fogunk, és érkezett egy új Horizon Story a játékba, a Drift Club Mexico, amely ráadásul most az esemény listában, hogyha vetünk rá egy pillantást, itt a fesztivál esemény lista, és eltekerünk a végére, akkor egy nehezen megszerezhető Ford Mach-E 1400-as legendás autót tudunk megszerezni, hogyha most végigcsináljuk az egészet, és összesen 18 csillagot szerzünk, hát gondolom ugye minden egyes küldetésből 3 csillagot lehet szerezni, és ezáltal összesen 6 küldetés áll rendelkezésünkre, amelyet csak végig kell driftelnünk, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt megcsináljuk most így egy videón belül, végig fog nyomni az összeset, nagyon király, itt közül megy a tűzijáték a háttérben. Itt vagyunk a központi fesztiválhelyen, és itt is van ez a Drift Club Mexico. Most látszik, hogy elsőnek majd 3 csillaghoz 50 000 pontot kell összedriftelni. Autót valószínűleg kapunk, úgyhogy meglátjuk, hogy az első küldetés az újra a nyerekben, és 50 000 pontot kell összedriftelnünk. Jajjajjaj! Megkapjuk? Oh, csak nem egy Trueno van a háttérben. Na melyiket kapjuk meg? Modest as always. So, what are we doing? A Trueno-t kapjuk meg. Jó, hát ez pont nem is olyan rég foglalkoztunk ezzel az autóval. Aha. Nincs benne annyira brutális tuning, mint a miénkben volt. 50 000 pontot kell összedriftelnünk 3 perc alatt. Úgyhogy már most 37 000-nél tartunk. Nyilván az első pár küldetés csak nem lesz annyira nehéz. Meg kettes kell sajnos, mert nagyon gyári a cucc. Hát igazából ezzel kb. Meg is vagyunk, úgyhogy menjünk be a célba. Jó, hát ez nagyon easy. Azért remélem, hogy lesznek nagyobb kihívások is ennél. Mert ez olyan 90 000 lett, hogy oda se kellett figyelnünk. Ez csak egy ilyen kis bemelegítés volt. You're too easy, Rob. Call me for the next one, you hear? Úgy szép amúgy ez az autó. Jól nézett ki amúgy az így sötétben. És ott a 3 csillag, 90 000 pont lehet amúgy többet, de szerintem fölösleges. De ezen stresszelni, ugye most az a lényeg, hogy megcsináljuk a küldetéseket 3 csillagra. Víztározó drift a következő küldetés, és itt már 300 000 pontot kell összeszedni, az már annyira nem is kevés. Azt írja, hogy ideje megnézni, mit tud egy rendesen konfigurált Nissan drift autó a megfelelő pilóta kezében. Hát lássuk, mit tud. Remélem nem lesz annyira vészes. Húha. Nismo GTR. Ez nagyon veszélyesen néz ki. Hát ilyet az ember a valóságban is elfogadna és vagy kipróbálna. Úristen. Ez jó lesz. Ezt már érzem, hogy jó lesz. Micsoda fények. Na gyerünk. Van 3 percünk, az elég easy. Jó. Ujjjj. Rá kell érezni, ugyebár minden autóra azt hozzá kell tenni. Itt a kettes az nagyon egyszerű. Hát a harmadik már nem igazán akarja eldobni magát. Nem lehet konfigurálni így menet közben. Szűk kanyarok jönnek, oda meg kell a kettes. Az ennyi megvan a 100 000 pont, úgyhogy szerintem nem kell itt aggódni, ugye a Forzában azért kb. Mindennel lehet driftelni. Hogyha megfelelő tuningot rakja bele az ember. Ezt már párszor bizonyítottuk. Ezt az autót meg kéne csinálnunk, de rendesen. Picit erősebbre csinálnám meg, mert kicsit lassú így drift közben. Nem mondom, hogy rossz, de a harmadikba belassul, és a másodikban meg tiltanom kell konkrétan, hogy menjen szegényke. Ez a laptop olvasta, amit ír itt a fiatalember, Robert. Ez Robertnek a kocsia, azt hiszem. És valami ilyesmit mondott itt az elején. Mindjárt meg is van a pontszámunk. Hát ez annyira nem vészes, kis bemelegítő. Na, várjál, 70-nel driftünk. Jobban szeretek ilyen 80-90, inkább 100 környékén driftelni ilyen kanyarokban. Jó, meg is vagyunk a 306 000 ponttal. Azért még ezt itt megküldjük, és még van 3 kilométerünk. Oda kell figyelni ezeknek a küldetéseknek, hogy az idő is számít, úgyhogy most már csak megyünk. Az autó maga az gyönyörű, viszont a teljesítményen azért lehetne egy kicsit még túrni. Recruitment? I have no idea what you're talking about. Sure. Call me.
Oké, Robert majd hív minket. És itt is megvan a három csillag. Nagyon király, 342 ezzel lett a vége. Következő a dzsungelmenet lesz, amelyben egy Formula Driftes BMW 325 i-vel fogunk menni. Meglátjuk, hogy ezek a Formula Driftes autók eléggé jól ki vannak hegyezve, úgyhogy igen, ettől azért elvárjuk, hogy nagyot lépjen, nagyot menjen. Megvan nekem is amúgy ez az autó a játékban, bármikor tudjuk vele csapatni. Ugye én nem szoktam Formula Driftes autókkal driftelni, mert túl egyszerű. Uh-huh. 750 paci. Hát igen, nem gyári motor van benne. Írta lent a specifikációkat. Na ez, ebbe van erő. Ezzel nem tudok, hogy erről nem tudok rosszat mondani. Melyik egy csillag, 200, ez nem tudom, hogy hány csillagot kell összedriftálnunk, vagy pontot. Úgyhogy meglátjuk, majd ott fent úgyis írni fogja, hogyha megvan a 200 ezer. Ez az, gyerünk. Ez még negyedikben is tudja. Ujjaj. Oké, okay, 300 ezer a két csillag, gondolom, hogy ilyen 350-400 ezer lesz a három csillag. De meglátjuk. Ezt lehetett volna kicsit szebb. Most felfelé megyünk, úgyhogy menjen ez a harmadik. De jól néz ki, áttérben az a vár. 450 ezer a három csillag, az igen. Nem, ugye megvan. Nagyon-nagyon enyhe szögű kis kanyarok voltak ezek. Az egyenesben is eldobjuk, hopp, egy kicsi fa befigyel. De igen, ezek úgy vannak megcsinálva, hogy azért nem kell nagyon kihegyezni a dolgokat, mert bárkinek gond nélkül sikerülhet. Ezzel a kanyarral meg is lesz. Meg is van. Nice. Hú, ez nagyon jól megy ez az autó. Oj. Ezzel túl könnyű driftálni, az a baj. Hát egy olyan 550 ezer lett a vége. De szép amúgy ez a kocsi. Ez a hűtő a hátulján, az ami vadállat. Na, hát 551 ezer pont lett. 450 ezer volt az, ami kellett. Combos, de bőven van elég kanyar, meg az autó teljesítménye is nagyon ott van, úgyhogy simán lehet ezt teljesíteni. Kanyon-kanyarok, a következő küldetés és egy Drift Suprát fogunk kapni. Hát a legikonikusabb autók azért megfordulnak, és 700 extra lóerő, azt írja, 600 ezer pont. Azért az elég combos. Remélem, hogy ott lesz a Supra is a szeren. Szerintem nem kell aggódnunk nagyon. Ugye ez az újabbik Supra, félig BMW, de mindegy is. És ez Formula Driftes Supra ráadásul. Ez nem tudom, hogy megvan-e nekem. Valószínűleg meg kell, hogy legyen. De ha használom, akkor inkább a simát. Ujj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 
negyediket. Okay. Figyeltem, mit mondott a fiú? Nagyon megy. Ez nagyon siet. Ó, hát ez a kanyonos drift rész, ez nagyon jól néz ki, úgyhogy megtiszteljük ezeket a kanyarokat azzal, hogy kizárólag keresztbe vesszük be, na még az egyeneseket is. Ez ilyen kilincs bemutató amúgy. Ajajajajaj. Onnan tudod, hogy egy igazi drift autóval találkozol amúgy, hogy az összes kőfelverődés ugyebár a kilincsen van. Nem a kocsi elején. Jajaj. Oké, okay. gyerünk. Mennyi pont kellett? 600 ezer? A fele már mindjárt megvan, és még van több mint 5 kilométerünk hátra. Tekergek itt, mint valami rossz kígyó, de... ezek a Formula Driftes autók, ezek nagyon, nagyon ízik erre. Meg is lehetne pördíteni. Na, le kellett itt lassítani. Lesz egy 180-as visszafordító.
Nagyon, nagyon belső ívre tettem a Suprát, nem baj. Úgy füstöl, hogy alig látszik ki a segge. Jó. Hopp, 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 hopp. Ez a kormányszög is nagyon állat. Na hát mindjárt meg is vagyunk pontügyileg, még egy 110 ezer aztán. It's done. Egyre közelebb vagyunk az eventes kocsinkhoz most. Kíváncsi leszek, hogy az a kis elektronyos Ford mire lesz képes. Persze azt nem driftre kell használni valószínűleg. Ez az. Aj, és ott is van a 600 ezer amúgy. Hogy le lehet vágni az utat? Oda figyelj, hogyha időben végzel, fogod, bemész az alagútba, mányászol egy kicsit. Ez az. És hogyha kijössz, akkor nem látod, hogy hova érkezel. De legalább a mosás ingyen van, és mivel az autó nem tud egyenesen menni, egy 680 ezer azért befigyelt. Csak nem egy, a Stobartin vulkán lesz a következő. Meglátjuk, meglátjuk. Hamarosan. Ez is a három csillag. Easy. 1 millió pontot kell összeszednünk a vulkán futamon. Azt mondja, hogy villasd meg a tudásod a vulkán szerpentinén lefelé, csapatva Mexikó leghosszabb drift pályáján. Ugye ezt a pályát már nagyon jól ismerjük, mint a tenyerünket. Kérdés, hogy akkor milyen autót fogunk kapni, mert a vulkán nem biztos, hogy az Aston Martin vulkára volt utalás, hanem magára, ugye a helyszínre. Oké. I told you this was a muscle drift, and we've got 6.9 miles of the nicest drift road I think I've ever seen to try it out on. Mustanggal még nem igazán drifteltem. Hát meglátjuk, formula driftes, úgyhogy nem aggódnék. Egy millió. Ó, van 900 pacink, az csak elég lesz. 1 millió pont kell, és fentebbről is indulunk, úgyhogy most ezt ki fogom aknázni, és megnézzük, hogy összesen mennyi pontot tudunk, hogyha végdriftelem az egészet, bár az idő az ellenem dolgozik, mert csak 10 percünk van leérni a hegyről. Nem tudom, hogy annyi időt adtam, hogy ha minden kanyart az ember megdriftel, akkor van-e ideje befejezni a futamot. Meglátjuk, hát már most a nem tudom, hanyadik kanyarban megvan a 100 ezer. Oké. Okay. Jobban ki kéne pakolni a pokkolóját. Az a 900 lóerő azért ott van a szerem. Közben vagy naplemente, vagy napfelkelte van a háttérben is. Ó, már lassan megvan a 25% a pontügyileg. Ez napfelkelte lesz. Ez napfelkelte. Pörög, 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 és ott az 1 millió pont. Az a helyzet, hogy már túl vagyunk a felén, és hogyha most kéne jósolnom, akkor egy ilyen 1 millió 8-at tudnék nagyjából driftelni rajta. A 2 millió nagyon tryhardolva meg lehet. Az a helyzet, hogy az autó azért nem tökéletes, tehát én a saját tuningaimat nyilván jobban szeretem. Tehát ez a harmadik, negyedik, ami barátságos, de a negyedik nem mindig elég erőteljes nekem. Hogy lehet vele egész jól csapatni, mint ezzel a Mustanggal. Szerintem ebből sokkal több van még. Hogyha az ember rendesen beállítja. Persze úgy van megcsinálva az autó, hogy szinte minden játékosnak megfelelő legyen, és el tudja hozni azokat a pontokat, amikkel teljesíteni tudja ezt a Horizon sztorit, úgyhogy neked, nektek se kell aggódni, hogyha nem drifteltek sokat. Ezzel amúgy kicsit lehet tanulni is, meg szerintem könnyebb is, mert amúgy megy ez keresztbe, csak nem a legjobban kifinomultabban megcsinált autó. Persze azok a nehezebb is sokszor driftelni. Kicsit lassú a váltója, nem tudom, mi van ezzel. Ez az, hogy ez... Beszélek közben 1 millió 400 ezer pontnál tartunk. Mi a túl? Használjátok ezt az autót, akkor én azt ajánlom, hogy ezt a bűvös harmadikat használjátok, talán az a legtöbb helyen használható. Az 1 millió 8 egy kicsit fölélővés volt, de nem sokkal maradtunk el tőle. Jó ez, jó ez, jó ez, jó ez. Nagyon tetszik, hogy így sokkal hosszabb, mint a sima drift zóna. És amúgy az autó se rossz. Nem kell azért leszólni. Ezt is elfogadnánk. Bár az is elképzelhető, hogy megvan. És megvan a három csillag is.
1.673.692 driftponttal. Eddig egész könnyen vettük ezeket az akadályokat, úgyhogy lássuk az utolsó, a Drift Club Mexico fejezetet. Itt 100.000 pontot kell valószínűleg itt a városban majd összedriftelnünk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen autót kapunk, és hogy mi lesz a feladat, mert 100.000 pont azért nem sok. Hát magam élni. Valószínűleg ő is meg fogom csinálni ezt a sorozatot. Egy jó kis Ford Focus. Nekem a Ford az mindig mondjuk rally vagy dirt terep, valami vadállat. Persze, ugyebár Clanblock megmutatta már, hogy driftre is tökéletes. Na lássuk. Jaj! Isten, de pici amúgy ez az autó. Jaj! Ez hogy megy ez a kocsi, gyerekek? Az igen, hogy direkt forgatom így. Ez nagyon beteg. Aha. És rendesen meg kell fordítanunk. Ajaj, rossz irányba jöttünk körbe, nem tudom, ez baj a játéknak. Nem tetszik neki. Menjünk még egy kört. Balra kellett volna jönnünk. Gyere. Ajaj, elvittük ezt a kis izét, bodegát. Ezt is elvisszük. Nagyon, nagyon ugrik a verde, és nagyon jó kanyarodik is, nagyon furi. Ujjjj, oda be kéne menni. Azt a minden. Ez az. Jó, oké. Figyeljünk a falakra, mert úgy be lehet csattanni itt a kis kiálló pillárok közé, mint az állat. Van a 800-as, A800-as drift verseny, amit szoktam nyomni. Ott is van, hogy néha felakadnak egyesek. A fények nagyon állatok. Ez az, gyerünk fel is. Ujj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 
Utolsó kanyar? Ajjajjaj! Szuper! Hát nem mondom, hogy tökéletesen sikerült ráéreznem az autóra, mert teljesen más drift élményt ad, mint úgy unblock a többi. Igen? Amúgy mennyi pontot szereztünk az előbb, azt nem is figyel. RTR Ford Mustang Mach-E 1400, the first fully electric... Ja, hogy ez drift autó! Should we take it out for a bit of a spin? Hát hogyha az előző kis Fordocska új élmény volt, akkor ez... Hangját figyeljetek! Basszus, mutatom, hogy driftelő kis szúnyog. Nagyon komoly. Karakterisztikában az a kis Fordocska is nekem teljesen új élmény volt, tehát amiket én szoktam választani, azok azért mások egy picit. Nem azt mondom, hogy jobb, hanem hogy inkább más. Ez meg... Nagyon csúszik. Kicsit úgy érzem magam, hogy... Nem arra megyünk. Várjatok, meg kell fordulni. Erő az van benne, elektromos autó. Folytonos nyomaték, ezzel nincs is probléma. Lehet közben itt írja is lent a hasznos információkat, csak ennyire nem tudok figyelni. Oké, mi a hangja van? Jó, hogy azért 1400, mert 1400 lóerő. Takarodj már. Nagyon csúszik. Kegyetlen, hogy mennyire csúszik. Én nem tudom ezen milyen gumi van. Kíváncsi leszek, milyen tuningok lesznek rá. Reméljük nem csak akupakot lehet majd benne cserélni, hanem valami extra dolgot is. Ez nice. És itt vagyunk a végén, vigyázni kell, nagyon csúszik. Ez is olyan szinten más, mint amiket én szoktam használni. Meg vagyunk. Jó,
Nem tudom amúgy a pontot se az előbb, se most nem néztem. Ez őszkerék volt ez a verde, ezt nem is figyeltem. Mondjuk nagyon tolta magát előre, az érezhető volt, hogy nem az a nagyon sektolós verzió. Micsoda? Ezt nem mondjátok, át lehet a hajtást állítani parkoló helyzetben a G betűvel, és most csak hátsó kerekes. Ott az óra mellett látjátok, hogy most például összkerékre állítottam, most meg hátsó kerekes. Takarodj már! Na ez validújítás a játékban. Na erre volt nekem szükségem, így van. Na. Hátsó kerék, ez az. Ezt már szeretjük. És itt most be kéne tudnom fordulni? De csak parkoló helyzetben, tehát menet közben ezt nem tudjuk állítani. A hangja az borzasztó, tehát cincognak az egerek. Hol kéne menni? Ott. Mert az embernek egy idő után elkezd sipolni a füle ettől a hangtól. Eltévedek a pályán. Nagyon csúszik amúgy az autó, úgyhogy ésszel kell nyomni neki a pedált. 3 csillag 100 000. Már hányszor kell 100 000-et csinálnom? Az biztos, hogy mindig megvolt. Aha. Jaj, csak hát nem olyan egyszerű ezzel oldalazom menni. Menet közben ugye nem tudjuk átrakni a hajtást, pedig ilyenkor lehet, hogy amúgy még jobb lenne összkerékben. Most kipróbáljuk. Felrakjuk a seggét. A gumit azt le kell cserélni, az borzasztó, ami rajta van. De ez a mechanika, hogy... Na, itt viszont tök jó lenne, hogyha hátsó kerék lenne a Verda. Végem van! És be is forgatjuk. Hát 186 000. Fú, ez nagyon fura. Ez rettentően fura. Let me thank you for this show of the noble art of intentional oversteer. So, we thought you might like to keep the Mach-E. I want to keep it, yes, yes, yes. That's amazing. Megtarthatjuk a Verdát. Oh, this is an exact duplicate of his. Let's just say I'm a bit excitable too. Na, hát akkor végül is az utolsó adag pontszámunk számított, tehát itt egy ilyen 3-1 driftelést kaptunk, ez kicsit kompenzálja azt, hogy amúgy maguk a küldetések nagyon könnyen teljesíthetőek, és megkaptuk ezt a Mach-E-t, jól eldugták, hogy hol tudom átvenni ezt az autót, úgyis itt az elismerések fűre kell rámennünk, és itt a történeteken belül tudjuk a Drift Club alatt megszerezni ezt a Mustangot, ezt át kell vennünk, és utána lesz lekérhető maga az autó, illetve kaptunk ilyen driftklubos öltözéket, hogyha szeretnénk ilyen driftes ruhát, hozzá egy sisakot, ez még elég menő, és öltözév driftklubos póló. Annak örülünk, azt még ilyenrel is elfogadnám, nem lehet így hazapostázni, vagy valami? Na, és most bekerült a garázsunkba az új paripa, és most megkeressük Ford. És itt is van. Az autó értéke, ami így a játék szerint az értéke 750 000 kredit, nyilvánvalóan ennél azért nagyobb értéket képvisel, 1400 lóerő, 2486 Nm, 2,2 tonna. Ami azért, valljuk be, hogy egy kicsit sok. Nem bírtam ki, hogy megnézzük, milyen tuningok vannak rá. Először is a kerék a legfontosabb. Valami alapkerék van rajta, ami lehet, hogy drift, nem drift. Úgyhogy drift kereket teszünk rá. Szélesítjük is a kereket. Van benne bőven erő, úgyhogy amiatt nem kell aggódnunk, hogy el fog forogni. Metre természetesen a legnagyobb felni, ami létezik a világon. És igazából én lehet azt le is cserélném. Szerintem ez a piros felé most tökéletes lesz nekünk, persze, hogyha keresünk rá valami kis dizájnt, akkor ez úgyis még változni fog. Ki tudjuk egy kicsit még pakolni a kerekeket, úgyhogy ezt mindenféleképpen tegyük meg. Úgyis olyan karosszéria szélesítés van rajta, hogy igazából ez belefér, egy differenciálművet tudunk rajta állítani, amiből természetesen van drift, úgyhogy az nekünk tökéletes lesz. Van fék, lehet rá nagyobb féket tenni, alapvetően Brembo fékek vannak rajta, hogy látom. Legalábbis az van ráírva, rátesszük a 14%-a hatékonyabb versenyféket, illetve lehet rá driftrugót tenni, tehát alapvetően ez nem volt rajta, valamint 264 kg-os súlycsökkentést, azért lássuk be, hogy ez elég sok. És hogyha ezt a pár változtatást végrehajtjuk, akkor már is 2 tonna alá kerül az autó,
illetve egy kicsit több pontot ér, és mindjárt ki is próbáljuk. Kerestem még rá egy kis solid dizájnt, ami nagyjából hasonlít az alap kinézetre, de mégis egy kicsit sportosabb, kicsit vadabb. Ez a piros, fekete, fehér, ez azért egy elég jó kis színkombó. Azt hiszem, hogy oldalt nincs ablak. Vagy lehúztuk, vagy abszolút nincsen, lehet, hogy nincs benne klíma. Vagy nem használjuk, bocsánat, mert elektromos autó, és akkor gyorsabban lemerül. Nem is ez a lényeg. Ugye megvan nekünk ez az állítható összkerék és hátsó kerék meghajtás, ami egy nagyon király kis lehetőség így a játékon belül, hogy ez megvan. Hát mondom, a gyorsulás, de nem gyorsulásra építettük az autót, úgyhogy fölösleges és körülveszik nagyon próbálgatni. Kerültek ideje a hordók. Ilyen szép színeset robbannak. Jaj. Ász igen. Amúgy egész jól megy most már keresztbe. Kicsit, mint a kontrollálhatóbb lenne maga az autó. Most összkeréken vagyunk. Van itt nekünk egy driftzónánk, megnézzük gyorsan itt az autót. Persze azért ezt is próbálgatni kell, gyakorolgatni, és a többi, hogy az embernek jobban menjen egy-egy autóval, ugyebár maga a driftelés. Hát a másik oldalról kéne pont erről érkezni. 33 ezer pont. Mennyi a rekordunk? Most ugrik a majom a vízbe, majdnem 50 ezer. Az nagyon sok. Így hirtelenjében. Megpróbáljuk megdönteni. Ez az elektromos paci embléma ott a seggén, annyira jól néz ki. Brutális. Oké. Gyerünk. 50 ezer pont, az nagyon sok. Nem tudom vele megdönteni, 40 ezer. Na mindegy, srácok, érdekes amúgy ez az elektromos autós driftelés. Nem mondom, hogy a kedvencem lesz, mert teljesen más ennek az autónak is a karakterisztikája. Minden esetre én azt ajánlom mindenkinek, hogy szerezzétek meg ezt az autót, próbáljátok ki, mert tényleg egy érdekes és egyedi darab, úgyhogy reméljük, hogy lesznek még hasonló újdonságok a játékban, és látunk majd érdekes dolgokat. Hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, illetve hogy szerettétek és még nem tettetek volna meg, iratkozzatok fel, és tartottam, jók legyetek. Sziasztok! No motherfucker in this fucking do it like me. Open up your eyes and insert